A legutóbbi bajnokságban harmadik helyen végző nyíregyházi csapat némileg átalakult a holt szezonban. A kapus Nagy Levente a Ferencvároshoz, Gubó Alex Davasra, Munkácsi Máté Vecsésre igazolt, és távozott a szerb Milojedolics is. Helyükre érkezett Gadnai Attila a kapuba, valamint az irányító Erdő Zoltán, a szélső Vasas György és a 21-szeres válogatott beálló Sándor Ákos. A 7 hetes felkészülés alatt 11 edzőmeccset játszott az NKC. Voltunk Szlovákiában, egy szlovák első osztályú csapat által szervezett tornán, Balmazújvárosban részt vettünk egy már hagyományos nemzetközi tornán, játszottunk hazai élvonalból a Mezőkövesdel, érkezett hozzánk a Békés, tehát mindenképpen olyan színes volt, erősebb csapatokkal, direkt erősebb csapatokkal is terveztük a felkészülést. Én azt gondolom, hogy volt néhány sérülés, ami a felkészülés időszak alatt sajnos ez természetes, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült, és a csapat önbizalommal várja a folytatást. A nyíregyháziak célja az, hogy a legjobb 6 közé kerüljenek a 14 csapatot számláló keleti csoportban. A nyitófordulóban vasárnap a törökszentmiklósi Székás csapatát fogadja az NKC. Van restanciánk a Székáccsal szemben. Nagyon nem tudtunk róla sajnos felvételt szerezni a nyári felkészülés során, úgyhogy egy picit így megnehezíti a felkészülésünket. A tavalyiakra nagyon nehéz építeni, hiszen az információink szerint átalakult és átszerveződött a Székás csapata is, rengetegen távoztak új emberek, úgyhogy ez egy ilyen tapogatózós és meglepetés mérkőzésre számítunk vasárnap. Ezzel együtt én azt gondolom, a mi játékos állományunk, a mi felkészülésünk és a hozzáállásunk, ha más nem, mindenképpen győzelmet várok hétvégén. A másik két megyebeli együttes, a Nyírbátor, valamint az újonc Tiszavasvári célja a bennmaradás kiharcolása. Előbbi a törökszentmiklósi KS csapatához látogat szombaton, utóbbi pedig a szigetszentmiklósi KSK-t fogadja ugyancsak szombaton a Tiszavasvári sportcsarnokban.